Intercity, a City Rádió reggeli rádiósója. Műsorvezetőink igazi hírvadászok, akik nem csak megtalálják, levadásszák, de ki is beszélik a sztárokat, sztorikat és hétköznapokat. Velünk a döcögős reggeli órák is gyorsabban telnek. Interaktív, zenés, vidám, néha vitatkozós, mint a hétköznapi reggelek. 7 és 12 között Intercity Szilágyi Leventével és Szolomájer Bencével. Itt lesz velünk Madonna, tegnap nézegettük, hogy hát nem valami jó kis plasztikai műtétek után hát, ment át, valahogy már tényleg ilyen nagyon abszurd, groteszka a test felépítése. Én nem tudom, hogy a műtéteket viszi túlzásba, vagy a plasztikai sebész kéne lecserélni, vagy kirúgni, vagy nem tudom. Nem tud megöregedni a csaj, én azt hiszem. Tehát, hát, hogy, na, de az, ahogyan most kini... Nem. Bon Jovi viszont, mint egy falusi polgármester, ahogy láttuk egy exhibitben. Visszafogott zakóba és egy nyakkendő, minden. Ahhoz képest, hogy ő milyen nagy rockstar volt, most már egy kicsit a polgármester tekintetében áll, legalábbis kinézett. Azt a bezsárját a Bon Jovi-jának. It's my aztán jön Dua Lipa és a Don't Start Now, ne nevettes ennyit. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Én a Brozen dalával indítjuk az órát, ez pedig a Strongest Ellen Walker remix, mert rádiózzanak velünk. Az élet zenés oldala. Madonna zenéje szólt, ez volt a Vogue című sláger 1989-ből. Na hát ezt az időszakát szerettem Madonnának, ugye 84-től egészen olyan 90, talán 98-ig még azért belefért. Aztán utána már zeneileg sem annyira volt a kedvencem, illetve hát ugye kinézetben már azért változott sokat. Hát igen, mert ugye volt ő egyszerre is hatalmas nagy popstár is, és mondjuk, konkrétan hogy mindenkinek azt hiszem, hogy a Hang Up-ig azért vállalható számomra is. Aha, én nekem tetszett például még a Gospel, tehát nem kacélkodott, nem evel az elektronikus zenével, vagy ebbe az irányba ment, ebbe a 2000-es évek pop zenéjének a jellemzőibe. Na de hát mindenkinek vannak ilyen korszakai, nem tudom, vissza fog-e térni, most nagyon, ő mindig fiatal akar maradni, és ez a legnagyobb baj, hogy miért nem fogadja. Igen, miért nem, igen, egy pont. Csinálna egy ilyen nosztalgia albumot, vagy valamit, tehát hogy tényleg... Fenék plasztika, és megláttuk azt a, hú, hát nem akarjuk, ugye? De mert ránézünk, tényleg nem mondanák meg. Az arcát, azt, az 60 éves? Az nem. Az arc műtét, vagy plasztika, tudod, ez az elkeskenyedett arc. Igen, hogy, igen. Tehát ez már, és látom, hogy már nem csak nála van ez így, hanem többen használják ezt az elkeskenyített arcot. Mm-hmm. Tehát, hogy nem is tudom, ilyen fordított körte formájú. Tehát igen. Eléggé fura. Tehát, és olyan rossz belegondolni, hogy volt itt valamikor egy olasz származású amerikai popstár hölgy, aki olyan dalokat adott ki, mint a La Isla Bonita például, vagy a Like a Prayer, két kedvencem. Hát és a Holiday, meg a többiek. Most lett belőle egy ilyen lény. Tehát, hogy nem tudod, hova tedd Madonnát. Igen, igen. És ez a baj, hogy ebbe bukik bele, és emiatt, figyelj, csinálna egy régi Vissza a gyökerekhez albumot, mint olyan sokan megcsinálták, sokkal népszerűbb lenne, és hogyha visszafogottan is. És öregedhetne ő is úgy, mint ugye Bon Jovi akár például. Akár becsülettel, igen, akár igen. Ha már említetted Bon Jovit, mint egy vidéki polgármester, ő tényleg őszes, de úgy szépen öregszik. Hát tehát azt mondom, hogy Bon Jovinek tök az ellentéte, mert Bon Jovi tényleg ilyen hétköznapian, valamikor ő volt ugye a kócos, Bird Jacky bejáró, szakadt farmeres rockstar, most meg tényleg egy visszafogott, finom úriembernek tűnik, vagy elmegy bármilyen rendezvényre. Tehát... Kicsit olyan Harrison Fordos már. Igen, igen, de hogy a nyakkendő az ing az úgy mindig rendben van nála, nem akar ő felvágni, nem akar ő azzal érzeskedni. Hát, de én remélem azért egy Bon Jovi koncerten nem zakóba megöltőben lép. Nyilván nem, tehát az hozzátartozik a show elemekhez, hogy ez nem, csak ő elfogadta azt, hogy gyerekeként én kimentem a divatból, én lejártam, most már nem van. Ez nem, van. Én azt mondanám, hogy nem ment ki a divatból, de hogy is Bon Jovi szerintem nem megy ki a divatból, hanem az van, hogy ő vállalja azt, hogy ráncosodom, vállalja azt, hogy őszülök, én vállalja azt, hogy a mozgásom nehézkesebb lesz egy kicsit, de ez a velejárója. Pontosan annak, hogy már itt vagyok 60 évesen. Tehát ezt mondom, hogy most már nyilván, hogy milyen hülye néz neki azért még öregkorában is, azért jön ezekkel a hajakkal. Most hogy oké, Mick Jaggernél, na nem tudom. Tehát Mick Jaggernél ez még csak, és Bon Jovinál is lehet, hogy talán ez lenne, de a másik utat választotta. Mick Jagger például. Jó, de ha már összevetjük ugye Mick Jaggert meg Bon Jovit, Bon Jovi mindig is az a nyugodtabb rocker volt. Tehát nem volt az a botrányos, drogos, balhézós, hotelt összetörős. Sosem ez voltak ilyen jó. Bon Jovi mindig is, nem hallottál, hogy ilyen botrány történt, olyan botrány történt, úgyhogy igen. Na, hamarosan akkor beszélünk majd egy nagyon érdekes információról. Előtte viszont jön a Konyha Zenekar és Szepesi Mátyás, tegnap éjjel ez a dal címe. Már
már 8 frekvencián. City Rádió. 8 óra 33 percen, és szeretem, hogy interaktívak a hallgatóink, és az egyik vidéki polgármester írt nekem, nem mondok most nevet, a lényeg az, hogy mi van a hangsúly. Ugye te azt mondtad, hogy Bon Jovi most úgy néz ki, mint egy vidéki polgármester. Erre pedig reagált az egyik polgármester, ne sértegessétek a falusi polgármestereket Bon Jovival, mert a legtöbbjük James Hetfieldre szeretne hasonlítani. Amúgy szerintem azzal, hogy Bon Jovihoz hasonlítottad a vidéki polgármestereket, ezzel emelted a polgármesterek szintjét szerintem. Persze, az nem mindenki lehet. Bár látod, van, akinek ez sem elég, mert azt mondja, hogy ne, hát a Bon Jovi nem, inkább egy James Hetfield. James Hetfield, az a tuti, ugye? Figyelj, hát igen, ráadásul ezt akartam mondani, hogy tényleg félre ne értse senki, vagy hogyha még jönnek talán ilyen üzenetek, míg itt meg nem lincselnek engem. Tehát azt akartam mondani, hogy Bon Jovinak alapvetően már a kisugárzása olyan, mint egy megfontolt bölcs emberi, amilyenek általában mondjuk egy polgármesterek szoktak lenni, ugye? Mert hát nem teszel oda bárkit, nem teszel oda Mick Jaggert polgármesternek, oda teszed a Bon Jovit, mert ugye zakó, nyakkendő, minden rendben, kinézetre mondtam, tudod? De hát figyelj, most már ugye a James Hetfield is egy kicsit szelídebb lett, úgyhogy... Nála is, náluk is nagyon-nagyon észrevevődik ez, hogy valamit a korral egy kicsit megkomolyodtak, vagy akár ott van a Dave Grohl, ugye a Foo Fightersből, ha már itt tartunk ennél a stílusnál, ő is akármilyen hatalmas nagy rockstar volt, meg ilyen headbangelős, hosszú hajas, azért egy nagy... Amúgy nem, most már megkérdeztem, hogy mondhatom-e a nevét, tehát Simon Leviről van szó. ő valamikor... Ő sajtós is volt, meg polgármester is volt. Aha. Meg hát most is közszférában dolgozik. A lényeg az, hogy hát ő nem adja alá James Hetfieldnél. Azt mondja, hogy neki a Bon Jovi talán kicsit kevés. Tehát. Na hát ezt simán megengedjük. Tehát, hogy tényleg jó, hogyha így veszik fel az egészet, mert így is üzentünk, ez az olvasatunk nekünk is, hogy Bon Jovinak lenni azért menő. James igen. Hetfieldnek meg pláne. Hát szerintem mindkettő, csak ugye vannak kategóriák, kivel szimpatizálták. Te ki lennél akkor? Hogy polgármesterként kire szeretnék hasonlítani? Igen. Hogyha úgy én polgármester lennék, akkor milyen szeretnék lenni? Igen. James Hetfield vagy Bon Jovi, vagy esetleg más valaki? Hú, ez megfogtál. Most ez mindenképpen zenész kell legyen? Nem, feltétlenül lesz színész is, vagy apat, akit akarsz mondani, tehát most nyilván rajtad áll. Hát azért... Most azt mondta, hogy Nelson Mandel, azt kicsit nehezen hiszem el, mert na nyilván azért nem vagyok valami hasonló. Figyelj, például a Bono például szerintem jó polgármester lenne. Tessék. A Bono, hát ő... Ha már Nelson Mandelát, azt mondtad, hogy Nelson Mandela, egyből beugrott a Bono. Már Bono, már a gyerekek, már a Save the Africa. Rengeteg dolog, amit élek feljogosíthatnám. Tehát Bono szerintem tök jó polgármester lenne. Bono az a baj, hogy iszik, de azt meg ugye el lehet hagyni az egészet. Ja, de annyira nem. Tehát azért most, de hát figyelj, a polgármestereknél is van egy protokoll. Tehát... Ja, figyelj, a polgármesterek is isznak. Hát néha kell kocintani, persze, tehát igen. Legalább egy pezsgőt ugye szalagvágásnál azért el kell fogyasztani. Igen, igen. Én nem tudom egyébként. Meg van a sofőrjük is általában, úgyhogy megtehetjük. Clapton, ilyen bölcsörek, tudod, aki hajrá, előre gyerekek, kampányolnék a kis gitárommal, meg ilyesmi, úgy is öltözködik ő is, tehát ilyen visszafogott, mondjuk ő már kicsit tatás, de... Képzeld el, lenne egy ilyen Bob Marley típusú polgármester, milyen laza lenne, az, hogy milyen, melyik vidéknek lenne jó a polgármester? Bemész a faluba is már repülsz. Buffalo Soldier. Nem, az is igen, magány lenne. Nem kultúrotthon lenne, hanem ilyen bungalow vagy valami ilyesmi. Na, hát, de ez jó gondolat is, még akkor a hallgatókat is kérdezzük meg, hogy ja. Milyen zenész vagy rockstar lenne szívesen, vagy szeretnék, hogyha az ő községükben, vagy településükön, vagy városukban akár, ki lenne a polgármester? Igen. Ez nagyon jó gondolat, ez most ugrott be, és hogy alakítanák, egyébként az adott... Az kit adott szeretnének polgármesternek a zenészek közül? Tessék, na ez a jó kérdés, tökéletes. Ez a jó vonal. Tökéletes. Nem? Szerintem ja, ez... Simán. Hát nyilván most kicsit bántani fogjuk, de Michael Jackson nem, mert akkor szétesik a falu, mint maga. Jó, de én amúgy hatalmasnak tisztelője vagyok, és ez, igen. Ez azért maradjon meg, hogy így csak én néha belállok. Jó, oké, rendben van. Nekem fájni fog Jackson. De írjanak a hallgatók, hogy akkor ők milyen rockstar, nem feltétlenül rockstar, vagy énekes. Hogy bárki akár közszerep. Madonna megtelepülés persze, polgármestere lenne persze, például. Erdi Vajna is lehetett volna polgármester, mert Hollywood végig ott forgatott volna. Hú, tényleg. Na látod. Ő Nagybánya polgármestere lehetett volna, mert Nagybánya testvérváros Hollywooddal. Hoppá. Ez így van. Nem is adunk alá Nagybánya tekintetében, kedves hallgatók. Üzenjük. Folytatjuk a gondolatmenetet, írjanak önök is. City Rádió. Mi megtaláljuk, lejátsszuk, te pedig csak élvezd naponta. Ez volt a TNT és a Tiltott Perc című sláger 2001-ből, 8 óra 44 perc van. Amíg összesítjük az üzeneteket és folytatjuk azt a gondolatmenetet, amit elkezdtünk, azzal kapcsolatosan, hogy a saját településük, városuk, vagy községük esetleg valamelyik falu vagy nagyváros polgármesterének kit látnának szívesen a sztárok, vagyis a közszereplők közül,
az énekesek, előadók rangsorából, esetleg kik szeretnének ott látni. Azt tudjuk, hogy például Győzike saját városában, Salgótarjánban konkrétan öt szavazatot kapott. Hiába azt mondja, hogy ő a showman, igen, ott nem szavazták neki bizalmat. Úgyhogy igen, ez érdekes sztori, mert ő például pont ez lett volna, hogy sztárból polgármester, de ismerek olyat is, DJ Spiggy Boyt, aki például polgármester lett. Vagy például, hát gondoljunk csak a leghíresebbre, Ronald Reagan, aki Hollywoodban megbecsült színész volt, és utána pedig lett majd amerikai elnök. Szóval voltak azért ilyenek, vagy Donald Trump is valami showmanféle volt, mielőtt ugye oda nem került a Fehérházba. Szóval azért ez nem feltétlen mindig ugye elképzelhetetlen. Gondoljunk csak Schwarzeneggerre is. De gondoljunk Kozsóra, hogy osztaná a szeretetet a faluban, Jézus, nem? Jézus Isten, azt nem tudom, hogy képzeljem, mert az Imi-Miko, Haiko... Imi-Miko, Manemiko. De elmegy Japánba, mert azt mondta a Kozsó, hogy most megcsinálta szomorú szamurájt japánul és spanyolul. Akkor ő lesz Peking polgármesterem. Például lehetne akár, és akkor kár Pekingért az egésznek, de tényleg, hogy akkor ilyenek is előfordulhatnak, vagy például Lagzi Lajcsi lehetne szerintem mondjuk Pakson az atomerőműnél, mert ugye az áramhoz sok közel van az ott energiafejlesztés. Igen, Paks polgármestere. Paks polgármestere. Lakadalmas Lajos, igen. Igen, és Balázs Pali hol lenne a Böngyörével? Nem tudom. Balázs Pali egyszer fellépett Kálmándon, úgyhogy Kálmándon akár lehetne Balázs Pali, bár szerintem én azon percen akkor költöznék, és amúgy lennénk így többen, én ezt most gyorsan megjegyzem. Szóval igen, van. Na, hát kik lennek még a sztárok közül, akik hát ilyen... Pataki Attila is lehetne akármelyik községnek, mert akkor az 51-es körzet rögtön oda tenni a székhelyét, ugye az UFO kutatás tekintetében, akkor Amerika nem ott Texas környékén foglalkozna ezekkel. Aztán ki van még? Vannak még nagyon sokan, és ezen mi is gondolkodunk, hogy kit lehetne még, de írják meg önök is bátran. Valaki írta Maynard James Keenan-t, aki a Tulsi énekese volt. Nem tudom, nem írták oda, hogy melyik falunál. Azt mondják, borászkodik, szóval valami borászvidékekre lehet gondolni ilyenkor. Na, Csernus Imre azért összeszedné az egyik falut, biztos vagyok benne. Intercity Szilágyi Leventével és Szolbájer Bencével.